szerencsés helyzetben vagyunk, mert a vírushelyzettel kapcsolatos intézkedések most már lehetővé teszik azt, hogy ne kezdjük a vízi felkészülésünket. És ez a nap volt az első napunk, aminek kívánhatni se kívánhattunk volna jobbat. Egy jó élénk délnyugati kifújt szél tette lehetővé azt, hogy gyakorlatilag az összes vitorlaállítást kipróbáljuk a hajón, ami létezik, és elkezdjük szokni, és elkezdjük a felkészülési munkánkat. Nagyon jó élmény volt, alapvetően nagyon jól ment a hajó. Számos olyan tulajdonsága volt, amire nagyon kíváncsiak voltunk, hogy is fog működni, és hát beigazolódott, hála Isten, a reményeink, és én azt láttam, hogy mindenki nagyon élvezte a legénység tagjai közül a vitorlázást. Most elkezdődnek majd a parti elemzések a csapatmozgás tekintetében, és a következő hétvége egy sokkal egyszerűbb hétvége lesz már, mert most már van honnan elindulnunk a csapat mozgás felépítése tekintetében, és hát a következő hétvégén már ténylegesen ütemezetten fogunk tudni gyakorolni a hajóval, és igazából el tudjuk kezdeni keresgetni remélhetőleg a hajó határait is.